Sziasztok! A mai adásban a Kakucsringen vagyunk. A vendégünk a csatornán Turán Frici. Sziasztok! Őt ismerhetitek már, én a 90-es évek óta ismerem a képedet még, amikor pályaversenyeztél, és nem ralisztál. Mesélj nekünk egy pár szót erről. Hú, arról nem volt, hogy fel kell készülni az almanakból. Tehát 94-ben kezdtem el autóversenyezni. Alapvetően ez ilyen családi indítatás volt nálam. Édesapám versenyzett, aztán sokáig húzta a család, hogy engem közel engedjenek a technikai sporthoz, de 94-ben ez eldőlt, akkor indult az Astra Kupa nevezetű sorozat. Én azt gondolom, az egy jó beszálló kategória volt. És azóta autóversenyzem. Igazából 2001-ig versenyeztem pályán, különböző pályautókkal, Astra, különböző BMW-kkel, és az utolsó évben egy Mitsubishivel, 2003-ban, és 2002-től egy ilyen átmeneti évvel kezdtem el ralizni, és most pedig 2021-et írunk, úgyhogy nem is szeretném kiszámolni, hogy ez hány év. És ugye megfordult a Rally VB-n is, tehát nagyfiúk járt homokozójában is voltál. Volt egy pár jó kitérőnk, én azt gondolom. Hát ez nem volt eredménytelen. Nem. Tehát én követtem az eredményeket, tehát ez nem az volt, hogy te voltál az, akit pofozózsának használnak és elvernek mindenhol. Hát abszolút 8-ok voltunk, az a legjobb eredményünk. A nagyok között VRC-vel az egy nagyon jó eredmény, egyébként az eddigi legjobb magyar eredmény, amit világbajnoki futamon elértek. Ez 2010-ben volt Bulgáriában, és hát voltunk azért kisebb kategóriában az SVRC-be. Ennek az erőtös autó kategóriának az elődjében háromszor voltunk harmadikok, dobogósok voltunk. Úgyhogy azt gondolom, hogy igen, sok kilométer van már bennünk, nagyon hálás vagyok a sorsnak. Hogy csak úgy tudják az emberek, jól tegyék a 8. helyet, hogy miért kellene örülni, tehát a gyári csapatok végeznek az első helyen, a legnagyobbak, a korlátlan pénzzel. Tehát és akkor utánuk vagytok ti, azért az úgy igen, hát megsüvegelendő. Igen, meg szerencsénk is volt, én azt gondolom, de nagyon, nagyon jó eredmény volt. Ehhez kell. Igen. Na hát a mai adásnak az az apropója, hogy hát a Fricinek van egy ilyen kordéja, nekem van egy ilyen gyönyörű autóm, és hát a kettővel fogunk csapatni. Én az övével nem, de ő az enyémmel igen. Mutasd meg a kocsidat. Mi is ez pontosan. Gyertek akkor kicsit közelebb. Ez egy Volkswagen Polo R5. Az R5 az egy kategóriát jelent, alapvetően nagyon, nagyon szűkek a szabályok, tehát nagyon nincs igazából játéktere a csapatoknak az autókon technikailag változtatni. Nyilván a beállítások meg az aktuális forma dönti el, hogy ki milyen eredményt tud elérni. Illetve hát a jogumi választás, de én azt gondolom, hogy mi avval rendben vagyunk, hiszen mi hankukkal versenyzünk. De alapvetően amint az autóról tudni kell, ez egy 1.6-os turbomotorral szerelt autó. 5-sebességes szekvenciális váltója van, amit teljesen kézi kapcsolású, tehát nincs benne semmi elektronika, amivel mondjuk kormányról kapcsoljuk a váltót. Nincsenek benne aktív differenciálművek, tehát minden a régi VRC-hez képest így minden mechanikus. Az FIA úgy találta ki ezt a kategóriát, hogy egy picit olcsóbb legyen. Ez relatív fogalom. Ezek elég drága autó, de körülbelül 300 lóerős teljesítményt tud. Én azt gondolom, hogy 1.6-os turbomotorhoz képest ez egy szép érték, de majd amikor nyomaték? Megyünk... Hát a nyomaték az nem annyira horror. Mivel nincs löket térfogat. Igen, én azt gondolom, hogy amit majd tetszeni fog neked, ez a kanyarsebesség, illetve a fék, meg alapvetően a váltó miatt nagyon jól gyorsul. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó kiforrott technika ez, de mondjuk ha összehasonlítod egy utcai autó gyorsulásával, vagy egy Tesla gyorsulásával, akkor azt mondanád, hogy ez nem így gyorsul, nem is gyorsul annyira, de azt gondolom, hogy viszont ezt a 3,5-4 másodperc körüli gyorsulást ezt tudja mondjuk Murván is, ami meg brutál. Na, nézzük meg akkor a technikát. Gyertek, üljünk be. Hát nézzük, motortérben nyissunk, nézzünk bele, hogy mi van ebbe. Mitől megy ez? Az egész autón az látszik, hogy teljesen, tehát ez versenyzésre van gyártva, ezt nem egy utcai autóból építjük, vagy építik a csapatok, hanem ezt a Volkswagen Motorsportnál készítik. Tehát itt minden, ami alkatrészt látok benne, az minden cikkszámos,
itt látszanak is a gyári számok. De akkor leveszik a sorról az üres bódét, és azt átalakítják teljesen. Így van, ők, és ők adják át így az autót egybe, minden alkatrésznek cikkszáma van, ugyanúgy lehet rendelni hozzá alkatrészt a gyártól, mint egy utcai autóhoz az Unix-ba mondjuk, csak itt az Unix-ba ilyen nincs. És hát minden horror drága, látjátok, minden karbon-kevlár anyagokat használunk. Ugye alapvetően az egyik fontos kritérium, hogy 1230 kg lehet az autó, legkönnyebb állapotában. Ez száraz, hogy nedves tömeg? Tehát megtankoltam? Hát nem, ez üzemanyag nélkül, és mindenféle versenyző és versenyzőhöz kapcsolódó személyes tárgy nélkül. Tehát a sisakokat, mindent ki kell venni, amikor a mérlegelés van. Sőt, még egy olyan szabály is van, hogy a két versenyzőnek a tömegét 160 kilóba minimalizálják. Tehát ha van egy 30, vagy nem 30, nem, de egy 50 kilós navigátorod, akkor nyilván az autót úgy kell súlyozni. Tehát mit vitte a Pikó Zsuzsit magával, mert 50 kiló volt? Igen, vagy a Ramon volt szerintem a nagy kérdőjel. Akkor, tehát arra figyelni kell, hogy a kocsi együttes, tehát az autónak, az 1230-nak meg kellene az üres tömegnek, és ha együtt mérik a versenyzővel, akkor 1230 plusz 160, tehát 1390-nél nem lehet az autó könnyebb. Jó. Úgyhogy a belsőn is egyébként ez fog látszódni, majd ezt meglátjátok. Tehát igazából innen fogod látni azt, hogy mennyire más. Ugye itt minden a versenyzésre van kitalálva, az ülések, a kezelőszervek, nincs ugye semmi olyan plusz dolog, ami plusz súly, vagy értelmetlen. Nyilván klíma sincs benne, meg elektromos ablak se, ugye ennyi az összes opciónk levegőbe engedni, illetve van középen egy nagy légbelülő, ami azért azt gondolhatnánk, hogy milyen jó, mert figyelnek arra, hogy ne legyen túl meleg, ez nem arról szól, hanem arról szól, hogy légnyomás legyen a kabinban, és a por ne jöjjön be. És kifele menjen a por. Így van. Úgyhogy eléggé spártaiak a körülmények, de én ezt nagyon szeretem. Minden benne van, ami kell, és nincs benne semmi, ami nem kell. Tehát ebben nem lesz illatosító, meg bologató kutya, meg ilyenek. De igazából engem is csak azok az autók érdekelnek, ami van mászóka, és pont annyi alkatrészt tartalmaz, amennyi a haladásához szükséges. Így van. Emocionálisan ezek, nyilván, mivel hogy ezt szeretjük a sportot, meg szeretek autóversenyezni, meglátok egy versenyautót, vagy egy sportolásra épített autót, akkor az embernek megdobban a szíve, de ez nagyon rendben, ez nagyon össze van rakva. Nekem egyébként a Volkswagen Polo az, ami talán a legjobban tetszik az erőtösök közül. Tudni kell, hogy itt több gyártó versenyez. Azért van Citroen, Ford, Hyundai, Skoda nagyon sok a magyar mezőnyben. De én azt gondolom, hogy mi a Volkswagen Polót azért választottuk. Két ok volt, hogy egyáltalán elkezdtünk a Korda Racing-gel beszélni. Az egyik az, hogy ez egy egyedi autó, egy ilyen van Magyarországon jelen pillanatban, és szeretnénk kicsit kitűnni a tömegből. Remélem az autózásunkra is egyébként tudunk, de már csak az autó miatt. Jó, hát én szoktam nézni online, meg személyesen is szoktam nézni a rally versenyeket, azért látom az eredményeket, nem hátulülsz az ülésbe. A másik meg, hogy ez egy iszonyatosan jó mix nekem ez a kocsi, nagyon-nagyon jó a súlypontja, nagyon jól ülök benne. Ez nagyon fontos, szerintem egy bármilyen autó, amikor beülsz, az az első, hogy az első érzet milyen. Abban nem így fogsz ülni. De minden kocsinál van olyan, például nekem a francia autók nem ilyenek, ha beülök egy utcai, nem tudom, Citroën, most teljesen mindegy, hogy nem a márkát kell nyilván szívni, hanem beülök egy francia autó, nekem nem adja azt az érzetet, amit ad mondjuk egy német autó az átgondoltsággal, a vezetőközpontusággal, a kicsit spártaibb, de keményebb ülésekkel. Ez az autó, ez első érzetre olyan volt, hogy jól éreztem magam benne, aztán kiderült, hogy gyors is. Tehát ez egy fejlesztésben egy utolsó közeli fejlesztésű autó. Hál' Istennek jó a Volkswagennel a kapcsolat, és megkapunk tőlük minden fejlesztést. És ez a koncepció, ez valahogy most működik, mert gyorsak is tudunk vele lenni. Van itt rengeteg kapcsoló meg gomb. Igen, hát igazából ez egy újtáskulcsot helyettesíti. Ide, gyere meg jó! Szerintem azt venni kéne. Veszem is. Magát a konzolt. Alapvetően ez a rész itt, ez az autónak a kvázi kihelyezett agya. Itt van egy elektromos főkapcsoló, ilyenkor ez olyan, mintha ráadnád a gyújtást, de még nem indítóznál.
És innen vezérlünk mindent. Innen tudjuk az autót gyújtásra tenni, innen tudjuk beintani. Itt van a duda, a belső keringetés, a szélvédőfűtés, hiszen fűtött a szélvédő. A navigátornak van egy pár gomb, amit ő használ, például a belső világítás, amikor sötétbe megyünk, hogy lássa a jegyzeteit, azt ebben tudja bekapcsolni, neki segítség, hogy van méterszámláló, amit lehet nullázni innen, és itt különböző olyan gombok vannak, amikkel különböző hibákat tudunk, átmeneti hibákat tudunk elhárítani, mondjuk nem egy futómű kiterésre gondolok, de mondjuk ha van egy rossz érték, ami esetleg megzavarhatja a komputer, de az egy átmeneti érték, azt ki tudom innen törölni. Az ülés oldalán mik vannak? Az ülés oldalán kérlek szépen, ez két átbeszélőt használunk, ugye két kábel lóg itt nekünk két oldalon, és ez azért van, mert az egyiket használjuk, a másik meg ott van tartaléknak. Tehát ha esetleg az egyik elromlik, akkor csak átdugjuk a kábelt a sisakba, akár a gyorsági közbe, és akkor tudj, nagyon fontos ugye, hogy én halljam, hogy a Laci mit mond, ő meg érezze, hogy én tudok reagálni, és tudunk abból gyorsan menni. Egyébként még van egy az ülés oldalán győvágónk is, ami arra van, hogyha esetleg elakadunk, itt van, elakadunk, akkor vagy olyan helyzet van, hogy nem tudjuk kinyitni az övet, de menekülni kell a kocsiból, ezzel el tudjuk vágni az övet, ne kell használni soha. Én vezetés közben indításnál használom ezt a panelt, vezetés közben csak ezt a panelt használom. Igazából itt index, ablaktörlő funkciók, ablakmosó funkciók, a rajtoláshoz használt rajtelektronika van, és a világítás kapcsoló, és ez egy érdekes gomb. Itt öt különböző állásban létezik az autóhoz program, tehát menet közben használható, vagy a gyorságén használható versenyprogram. Ugye tudni kell, hogy a rally autókat mi használjuk ugye közúton ugye közúti forgalomnak megfelelően kell menni, akkor ugye nincs szükség semmiféle extra teljesítményre, vagy extra turbonyomásra, vagy semmire. Itt az autóval normálisan közlekedünk, de amikor odaérünk a gyorsági rajtjába, akkor ezt a gombot 1-től 5-ig átkapcsoljuk. Az egyes fokozaton igazából versenyprogramon van, de nincs semmi extra töltőnyomás. Ha meg föltekerjük, akkor ott a legagresszívabb az autó. Ez nyilván tapadástól, útfelülettől függően használjuk ezt az 1-től 5-ig kapcsolót. Alapvetően az az ideális, hogyha mindig az ötösen tudsz menni, mert akkor a legagresszívabb, a leggyorsabb a kocsi, meg akkor stimmel minden, akkor jó gumi keveréket választottál, jó van beállítva a futómű, tudod használni a kocsi tempóját és az erejét, a képességét. Beszéltünk a tempóról, ugye nagyon sokan nem tudják azt, hogy nem a motor erőtől lesz gyors a kocsi, hanem a futóműtől, meg a gumitól, mert vagy le kell vinni az erőt az útra. Így van. És ez a nagyon-nagyon fontos, hogy amit az első sorba kell venni egy autóba, hogyha az ember elkezd játszani, hogy futómű legyen rajta, meg gumi. Így van, meg szerintem ugye sokan elkezdik azt, hogy elkezdenek kijárni pályanapokra, és az első körökben kiderül, hogy 6 másodperccel lassabbak, mint a többiek, és elkezdenek motort fejleszteni teljes erőből. Én azt gondolom, itt meg a kilométer az, ami nagyon fontos, hogy minél többet tudjál menni. Nyilván egy ilyen autóval nagyon nehéz sokat menni, mert iszonyatos támogatói háttér kell hozzá, mert ezeknek az autóknak nagyon drága az üzemeltetése, de azt gondolom, hogy igen, tehát nem a lóerőn múlik elsősorban, hanem az, hogy amikor odaérsz egy féktávra, vagy egy kanyarbejárathoz, milyen tempót tudsz megtartani, milyen kanyarbejárati sebességről tudsz elgyorsítani, még túl sok sodródás nélkül. Mert egyébként a rallyban ez a nehéz nagyon, hogy változnak folyamatosan a körülmények, nagyon sokszor nagyon felhordásos a pálya, és neked mégis úgy kell a lehető leggyorsabban menni, hogy a nézők egyébként élvezzék, tehát, hogy amikor legközelebb jössz, akkor örüljenek neked, és ne azt mondják, hogy na, jó, oké, elment, de meg tud tartani a tempódat, és ne az legyen, hogy a kanyar közepén nagyon sokat mész keresztbe, tapsolnak a nézők, de 5.-6. időket mész, az nem olyan jó. Na, beszéljünk akkor a futóműről, meg a gumiról, hogy miket használtok, milyen gumikkal mentek, milyen pályára mit választotok. Alapvetően ugye sokféle keverék áll rendelkezésre, de szerintem sétáljunk oda a gumikhoz, és akkor meg tudom mutatni, hogy miről is van szó.
Mondhatjuk, hogy ezt az első ötféle abroncsot, ezt használjuk az autón különböző körülmények között. Ez a kétféle száraz útfelületre való abroncsunk, ez a 2020-as fejlesztésű abroncsunk, ez a 2021-es, ez egy új termék egyébként, ez az E215, ez március végétől homolog, és már kereskedelmi forgalomban kapható, tehát hogy ez kvázi az új fegyvere a hankuknak. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon-nagyon jó abroncs. Nagyságrendileg, tehát egy fejlesztési lépcsőben, hogyha mérhetőek a számok egyáltalán, akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk egy ilyen 1-2 tized van kilométerenként a sebességben. De 11 másodperc. Hát attól függ, milyen hosszú a gyorsaság, igen. 10 kilométer az 1 másodperc. Így van, de ez 10 kilométer 1 másodperc, akkor például, hogyha száraz a körülmények. Az első tesztek alapján ez az abroncs száraz körülmények között gyorsabb. Ha nagyon felhordásos az út, vagy akár egy picit nedves, vagy picit eső után megyünk, akkor ez az abroncs még gyorsabb. És valószínűleg az azért van, mert ennek a külső oldalán, ugye a támasztó oldalán nagyobbak a blokkok, ha látod. Uh-huh. Tehát így sokkal, sokkal kevésbé nyitott. Egyel kevesebb csík is van benne. Tehát ez a része vastagabb, mint ennek ez a része. És ezért a kanyar kijáraton, vagy a kanyar közepét, ahol támaszt az abroncs, ez valószínűleg egy picivel jobban dolgozik. Ezek minimálisak, de ugye abroncs fejlesztésről beszélünk, ami nagyon jó, és én azért annak idején, amikor 2012-től versenyzem én hankokkal egyébként, és ott belekeveredtünk a Solberg csapatán keresztül a fejlesztési programba, ott volt lehetőségünk több versenyt is menni velük, és ott elhatároztam, hogy annyira szeretne a hankok oda kerülni az élvonalba, és annyi energiát tesz abba a fejlesztési programba, ami nekünk nyilván, mint versenyzőknek nagyon fontos, hiszen mindenki a legjobb abroncsa szeretne menni, a legjobb feltételekkel. Te akarsz nyerni, rohadt részt, azért mentél oda. Egyrészt, másrészt meg ezt tudni kell a versenyzőkről, nyilván én nem vagyok ilyen, de azért az átlagos versenyző ilyen, nem meg én is, hogyha nem sikerül úgy egy gyorsági, akkor először mindenki elkezd gondolkozni, hogy biztos az üzemanyag nem volt jó, vagy lehet, hogy a gumi, vagy a fékbetét, vagy ezek. Belül a kifogásgenerátor. Igen, nem azon gondolkozom, hogy basszus, ott kellett volna még hagynom egy kicsit a lábam a gázon. Én azt gondolom, hogy az elmúlt években megmutattuk, hogy ez az abroncs, ez világszínvonalú. Minden sorozatban ott tudunk versenyezni az elejében. Olyan márkatársakkal versenyzik egyébként a márka, akik mondjuk 100 éves múltra tekintenek vissza. Tehát azt gondolom, hogy nagyon nagy szó, hogy már a márka simán fölveszi a versenyt, és szerintem, ha ez a munka folytatódik, ami idén is egyébként különböző tesztprogramokkal folytatódik, akkor itt komoly hatalomátvétel lesz. Mi a többi gumi? Beszéljünk azokról is. Ez az első lépcsője annak a gumiválasztásnak, amikor esett az eső. Ezt intermédiának hívják. Ez vagy amikor úgynevezett nedvesek a körülmények, tehát hogy angol kifejezéssel damp az útfelület, tehát hogy egy picit nedves, de alapvetően szárad, tehát mondjuk a víztócsás, de már szárad. Ez az abroncs, ez jó. Egyébként ennek a keveréke, ez soft keverék. Egyébként, ha így hozzányúlsz a blokkhoz, látod is, hogy azért ezt elég könnyen el lehet nyomkodni, tehát ez egy puha keverék, ez arra jó, amit... Ez még nincs megmelegedve. Ennek a vizes változata az ez. Ugye itt, ha látod, a blokkok itt megvannak kvázi gyárilag felezve, illetve vagdosva. Ennek az a lényege, hogy ezek a blokkok sokkal jobban mozognak, és így az egész abroncs szerkezetében gyorsabban melegszik. Ez akár mínuszos időben, tehát hidegben is jól használható, vagy nagy esőben jól használható. Egyébként szerintem a vizes gumi az egyik legjobb terméke a hankuknak. Európa bajnoki futamot nyertünk vele 2019-ben, és azt gondolom, hogy nagyon nagy szerepe volt annak, hogy ez az abroncs mennyire jól működik. Ez egy teljesen más koncepció, ezt látjátok, hogy ez keskenyebb, sokkal mélyebbek a minták rajta, sokkal agresszívebbek a mintáknak a szélei.
Ezt használjuk murvára, tehát ez egy laza talajra, murva, homok, föld, mit tudom én. Ez sokkal keskenyebb, hiszen a felületi nyomás itt nagyon fontos, tehát nem lehet széles abroncsal menni, hiszen itt nincs tapadás, úgymond. Itt az abroncs tapadását ezek a minták határozzák meg, és hogyha a felületi nyomás ugyanaz a súly egy keskenyebb felületre oszlik szét, akkor nagyobb felületi nyomás van, sokkal jobb tapadást lehet elérni. Egyébként mindegyik abroncsal elmondható, hogy nagyjából 40 km alatt vége van, tehát le lehet nyírni. Tehát két gyorsági és utána kuka. Igen, vagy ha rossz keverét teszel fel, akkor 5 km alatt is ki lehet nyírni egy abroncsot. Mm. Különböző teszteken már próbáltuk ezt. Ugye hál' Istennek mi benne vagyunk a fejlesztési programban, és ha mondjuk egy ilyen 15-16 fokba egy puha keverékű abroncsot fölteszel, akkor az 5-7 km után annak annyi. Úgyhogy ez egyébként nagyon vicces, mert hogy az autósport költségeit nézve szerintem az egyik legnagyobb tétel az abroncs. Hiszen ilyen abroncsból elhasználunk azért, most új szabályok vannak a magyar bajnokságban, 180 km össztávig 14 darab abroncsot lehet használni, afelőtt 18-at, egy VB-n mondjuk lehet használni 26 és 32 darab abroncs között, és azért itt egy gumi azért nagyságrendileg 3 és 400 euró között van. Úgyhogy ez négy van belőle. Ez egy óriás. Hát nem négy, mert 30. Hát jó, de négy kell egyszer, és az ja, hát négy kell egyszerre, meg be kell tenni valamit pótnak, úgyhogy ez egy óriás játék, nagyon nagy költség, de egyébként, és nagyon fontos eredmény szempontjából, és itt olyanokkal kell játszani egyébként, hogy tizedes, tehát nem mindegy, hogy milyen guminyomással indulsz el, ha egy tizeden belül tudsz játszani a gumival, akkor már észreveszed az első kanyarba, hogy jobban tapad, vagy rosszabbul. Annak függőnyében is állítjuk a guminyomást, hogy 7 km a gyorsági, vagy 27. Tehát, hogy ez egy óriás játék. Óriás játék, és is nagyon lehet kottázni. Nagyon, nagyon. Tehát, hogy nyilván én azt gondolom, hogy az a segítség, amit mi a Hankook gyártó kapunk, meg az a több éves munka, amióta én Hankookkal versenyzem, az nagyon nagy segítség abban, hogy most már tudjuk nagyjából, hogy mit kell állítani, illetve az autónak a futóművét már hozzá tudjuk ehhez a gumihoz állítani. Minden abroncsnak más dőlés, más összetartás kell, hogy jól működjön. Például mi 500-at különbség állítjuk elől hátul az indulónyomást. Úgyhogy ez van egy ilyen óriás füzetünk. Minden időjárás körülmény le van benne írva, aszfalt hőmérséklet, levegő hőmérséklet, gyorsasági hossz, és akkor ehhez találjuk ki a nyomást, és hát nyilván van, amikor járuntjuk. Tehát próbáljuk játszani az okosat, de nem mindig sikerül. És ugye én néztem most a legutolsó versenyen, hogy úgy ütöttétek, vertétek egymást az első 4-5, hogy tényleg ilyen tizedeket kaptatok. Hát igen, volt olyan gyors, ahol nem volt egy másodperc az első és a második között. Igen, igen. Hát, és nagyon-nagyon-nagyon a magyar bajnokság az most nagyon megerősödött. Ideig is én azt gondolom, hogy nagyon erős volt. De most ugye a Metz Özberg, igazából a regnáló VRC 2-es világbajnok, egy gyári Citroennel csatlakozott hozzánk, illetve a Ján Kopecki, akiről nem is kell nagyon beszélni, hiszen európai és világbajnok, gyári Skoda támogatott. Ő az, aki még becsatlakozott a magyar bajnokságba. És hál' Istennek ezeket a fiúkat most tudtuk verni. Nyilván aztán, hát nem nyilván, de mi sajnos beestünk, mert feszegettük, de jó volt. Tehát tényleg, amikor már azt mondtuk, hogy nagyon megvertük őket, akkor mondjuk 14,15 km-es gyorságén másfelet adtunk, másfél másodpercet, és akkor igen, már csak ő is mondta, hogy azért sokat kaptunk, és ilyen nap végére volt 3, tehát hogy óriás meccsek vannak. Igen, néztem, hogy az első nap végén ti voltatok a másodikok, és utána a másnap első gyorsan fordítottatok, azt hiszem. Igen, annak a vizes guminak köszönhetően az első gyorsan adtunk egy 5,8-at a addig vezető párosnak, ott átvettük a vezetést, úgyhogy ez egy óriás, tehát az autósport szerintem az akkor jó, amikor ilyen óriás meccsek vannak. Én úgy érzem, hogy ez a csomag, Hankook, Volkswagen, talán mi is belejátszunk, ez most tud egy olyan csomagot biztosítani, hogy ott tudunk menni az elejébe, és ezekkel a fiúkkal ilyen közel tudunk menni. Őszinte leszek, amikor megtudtam, hogy jönnek, amellett, hogy örültem, és őszintén örültem, hogy jönnek, mert azt gondolom, hogy a magyar bajnokság színvonalának ez egy nagyon nagy lökést ad.
Azért gondoltam, hogy basszus, azért ide jönnek, majd jó, elvernek, azt hazamennek. És sokan voltak így, akik így gondolták, de mi azt látom most, hogy 4-5-en vagyunk a magyar bajnokságok, igenis fel tudjuk. Hát nektek ugye az óriási előnyetek, hogy évek óta mentek ezeken a pályákon, ők meg azért most kezdték. Igen, ők a pályákat most kezdték, de viszont amikor az Özberg gyári VRC pilóta volt, akkor mondjuk évi 50 ezer kilométert tesztelt. Tehát, hogy ezt nem szabad elfelejteni. Igen. Tehát, hogy ezek a srácok reggel fölkelnek, bemennek a kocsiba, vezetnek, kiszállnak a kocsiból, mennek a következő tesztre. Tehát, hogy ez, én azt gondolom, ebben egy, tényleg a pályaismeret ez egy picit számít. Iszonyatos meg klasszisok ők egyébként. Csak ezen magyarok nem tudják, hogy vagy aki csak néző, meg hallja a neveket, hogy ők azért világsztárok. Abszolút. Abszolút. Tehát nem senki. És ott tudunk menni a környékükön, az már nekünk jó. Nyilván ez egy plusz motivációt ad. Szerintem. Mindenki felszívja magát. Szerintem mindenki felszívja magát, és hát mi is próbálkozunk nyilván. Indítsuk be ezt a szekeret. Indítsuk be. Indításnál főleg hideg körülmények között olajnyomást kéne először csinálni. Ugye minden UCI autó az úgy indul, hogy egyből gyújtás, indítasz, és kvázi az első pár fordulatot a főtengely, meg illetve a dugattyú kenés nélkül teszik meg. Ezt egy versenyautónál ez nem megengedhető, úgyhogy először úgy fogunk indítózni, hogy először indítóznunk kell, és utána fogom rákapcsolni a gyújtást. A pólónál ez érdekes, mert itt hiába nyomogatod a gombot, nem indul el, azt hinnéd, hogy elromlott. Hát nem, rá kell lépni a fékpedálra, mert addig nem lehet indítózni. Elengedjük a start gombot, bekapcsoljuk a gyújtást. És elmehetek elindulni. Nagyon tetszik. Szerintem kicsit várjuk meg, hogy megmelegedjen. Hossuk be magunkat és mehetünk is. Okay. Ugye a sebességváltás az lineáris irányba van, tehát előre-hátra. Nyilván elő van a rükverc, de a rükvercbe akkor lehet tenni, hogyha ez benyomod. Akkor megy előre. Ugye, hogyha egyesből még előrébb, akkor ne lehessen. Ha valamikor meg van keveredve a versenyző teljes mértékben. Úgyhogy ez meg a kézifék, ugye. Mindig egy két kört, azért melegítsük egy kicsit a gumikat, meg a... És ugye gázzel vagy kopló nélkül működik az autó. Végig csak az autó, hogy az még az érzedék, hogy lövénik. Ez egy közepes keverék egyébként, ami most van. Ha nézzük, hogy egy gyorsan melegszik egyébként. Program az pedig úgy néz ki, hogy van egy fordulat limiter, amit használunk a rajtprogramhoz. Ami ugye rajtnál felkapcsoljuk a programot, megnyomom a limitert, az most 6500-ra van állítva, az lehet egyébként itt állítani magasabbra is, most állítsuk egy kicsit magasabbra, 7003-ra, aztán meglátjuk, hogy mi történik, jó? Thank you.
Frici, ez valami egészen elképesztő volt. Tehát a gyorsulás az gyors volt. Ahogy mondtam. Gyorsul, de az, amikor bajba olintesz a féktávon, meg ahogy elfordul, az valami egészen szürreális. És az nagyon-nagyon érződik az egész. A fenekemen végig azt éreztem, hogy mi történik az autóval. És tökre olvasható, jó indulatú a kocsi, és látszik azt, hogy azért reszeltetek egy pár órát, mert itt ilyen egyensúly lett ezen az autón, mert semmi. Tehát annyira érződik minden, hogy mi történik, mikor mennyit úszik, és nem érzed azt, hogy ki akarna törni, vagy bántani akarna, vagy meg akarna ijeszteni, hanem ilyen tök olvasható az egész. Igen, nyilván, és amikor ugye ez egy elég erdős felületű pálya, azért jó meleg van, most az a közepes abroncsok, ezek mondhatjuk, hogy nem voltak a legideálisabbak, mert lehetett volna ide is simán egy keményebb keverékkel jönni. De érezted, hogy ilyen 3-4 kör után azért elkezdett melegedni, és igen, akkor át is váltottunk stílusban az úszkáltatósra, amit nyilván a kamera érzékenység miatt csináltuk, hogy a srácoknak legyen egy-két jó felvétele. Az nem az időről szól, de én is azt gondolom, hogy az autó nagyon jó be van most állítva, nagyon jó az egyensúlya, és amit mondtam, az jött vissza, hogy a féktáv meg a kanyarbejárati sebesség az, ami ezeknél igen, az erőtösöknél tényleg nagyon jó, és ha jóban van egy kocsi állítva, vagy rád van állítva, mert ugye erről is beszéltünk, hogy olyan nincs, hogy ideális setup, hanem olyan létezik, hogy a versenyzőre beállított autó. Milyen különbség tud lenni beállításban? Hát figyelj, ez eklatáns példa erről, teszteltünk Sardinia még a VB-n, még a TANAK akkor még nem top VRC menő pilóta volt. Már akkor is tudtuk, hogy bolond. Hanem tudtuk, hogy bolond, és abban az évben nekem is szerelt, amikor nem ment, vagy együtt mentünk egymás ellen. Együtt mentünk, azt nem mondanám, mert akkor is baromi gyors volt. De teszten mentünk tizedre ugyanannyit a tesztpályán, és kérdeztem a mérnököt, hogy milyen setup-pal megy, és elérdette a két setup papírt, és teljesen más. Tehát más magasság, más rugó, más stabilizátor, és az ő stílusához az volt a jó, az enyémhez meg ez volt a jó. Úgyhogy mindig, amikor kérdezik a versenyzőtársak, hogy milyen beállítással mész, mindig mindenkinek megadok mindent, mert szerintem olyan, hogy ideális beállítás olyan nincs. Olyan van, hogy jó beállítás, vagy rossz, és a jóból utána lehet finomítani a versenyzőre. De amit te adsz, azt a versenyzőre kell majd állítani. Abszolút. Nézzük, mi maradt ebből a gumiabroncsból. Hát nem sok, ráadásul. Szemmel láthatom, fogyott. Igen, ráadásul ez a bal első, ez kapja itt a legkevesebb terhelést. Szerintem átmennék a jobb hátuljára, akkor sokkal komolyabb képet látnánk. Az előbb mértük a gumi hőmérsékleteket. Hát igen, itt látszik, hogy ez már meg volt olvadva, ha megnézed a szélét. Meg ilyen darabok azért most már esnek le róla. Ha itt megsimítod az abroncs felét, hogy hullik le róla az apró forgács, úgymond. Igen, itt egy kis rágú gumi. Ez egy közepes keverék, ennek az ideális hőfoka ez ilyen 90 fok gyorsaságén, 90-95-ig mehet föl. Itt azért mértünk 125 fokot az előbb, amikor játszottunk és sokat mentünk keresztbe. Úgyhogy... Ezt gondolom, akkor a rutinban érzed azt, hogy körülbelül milyen hőmérsékletű gumi, mennyire csúszkál, abból tudod. Szerintem van az a pont, amikor már a nyomás is fölmegy az abroncsba, az ilyen 2-4-2-5 fölötti nyomással már nem ideális a tapadás, és akkor nagyon hirtelen fölmegy még az abroncs hőmérséklet is, és akkor tapadásvesztés van.
nyilván ezért mondtam azt, hogy nem ugyanazzal a nyomással rajtolunk egy 7 vagy egy 25 km. És akkor ilyenkor mi van, el kell venni? Ilyenkor el kell menni, vagy meg kell próbálni egy kicsit kevésbé erőltetni, mert nyilván, hogyha elkezded elveszteni a tapadást, az már csak rosszabb, ha nem figyelsz az abroncsra. Nyilván itt most ez nem ez volt a fontos, de egy hosszú gyorságén be kell tudni osztani, vagy olyan alacsony nyomással kell indulni, hogy a végén se legyen sok. Ugye ez egy óriás matek, ahogy beszéltünk róla. De ezek már használt abroncsok voltak, tehát most nem úgy kell elképzelni, hogy ez a 20 km alatt ezt leírtunk 4 új gumit, de egyébként szerintem itt 4 új gumit is le lehet írni, ha rosszul állítod. Ha meg elkezdett feszíteni. Igen. Nézzük meg a másik kesejét. Menjünk. És ez egy teljesen széria, vagy nem? Hát a futómű az nem. Aha. Van alatt a rendes per, ugye a kerétdőléssel az igazi hasagyári. De motorikusan nincs. Egy tengely van benne, minimálisan meg van portolva. Oda. Meg van portolva egy picit tengerfél, még 30-136 lóerő 124 helyen. Tehát semmi, ennyi. Finoman meg van fésülve. De hát ez nagyon, nagyon kis hal. Meg hogy látod, 6 dugattyús nyereg van rajta. Meg versenyfékek, meg rendes tárcsa. Versenybetétek vannak, mert rendes féktárcsa, hogy megálljon, mert a Hungaroringen pont egy kört tud az autó. És a szériafékkel? A szériafékkel. És tehát ezzel? Ezzel a 25 percet, ezt a végig lehet autózni. Pályanapos 20 percet, ez simán, ezt végén is van a fék, meg az elején is. Hankook Ventus RS 3 van rajta. Igazából nincs egy okosság, a hengerfej van egy picit megportolva, mindjárt megmutatom az erőművet. Ez maga. De kipfogós a gyári rajta, a kipfogós a gyári, az egy sokkal nagyobb teljesítményű hacsihoz való. Aha. De most épül már bele egy nagyobb teljesítményű motor. Uh-huh. Egy 20 szelepes hengerfejjel. Hát egy vezérmű tengely van benne. Egy fokozatú tengely, két fokozatú tengely, annyi, egy sportlészűrő, kész. Ennyi. Egyébként szinte széria. Ez belekezdtél, ez a majdnem széria, de már elkezdtünk egy házárát már beletoltuk. Ne, ez még nem. De most jön az új motor. Igen. És akkor meg lesz. Igen. Így van. Igen. Így van. Hát ezt lemértük padon, a 124 helyett 136 lóerő az autó. Uh-huh. Meg nyilván van alatt egy állítható futómű, mert anélkül bután működik az autó, meg billeg, mint a 14-es hintója. Amit én ezekről a kocsikról tudok, az, hogy nagyon, nagyon jó fizikája, tehát egy nagyon-nagyon jó súlyelosztás van rajtuk, vagy alattuk. Egyet Pisti barátom, az óriás felnyelnek a típusnak, úgyhogy ez egy pár kört már vittél szerint engem. Hát ez egy vallás igazából, ez a hacsiroku. Tehát ez akinek egyszer már volt, meg volt hozzá köze, az már az csúnyán elkapja ezt a fertőzést. Nekem van 4 darab. Tényleg? Igen, van egy kilakatott bódim, abból majd építeni akarunk egy rendes rally autót, tehát nem ilyen annak látszó tárgyat, hanem rally autót, majd a Gerő fog nekem abba segíteni, és abban lesz majd egy 2 literes Altezza motor, az a japán IS200-nak a 4 hengeres 200 lóerős motorja, váltója, az fog belekerülni, meg rendesen meg lesz építve. Meg van egy turbós 20 szelepes. Aha. De ehhez nem akarok jobban hozzányúlni, ez így jó, ahogy most van. Na, hát nézzük meg. Nézzük. Én tudom, hogy minden pilóta nem akar jobb egybe ülni, úgyhogy ezt most ki is hagyjuk. Tényleg? Üljél bal egybe, elbírsz el szerintem. Nézzük. Én nem akarom neked megmutatni, hogy én is tudok vezetni. De hozzád képest nyilván nem, úgyhogy ülj be te oda is. Verjed neki. Nyugodtan lehet bántani. 8000-ig forog. 8000-ig forog? Igen. Ez nem rossz. Egy utcai kocsinál, azt gondolom. Várjatok picit! Hozza Robi a kamerát. Az a jó, hogy közöttünk nem kerülést állítani, ahogy nézem. Tessék? Közöttünk nem kerülést állítani. De ez a max, tehát nincs hátrébb. Aha. És a szervó nem az, hogy nem megy, hanem nincs. Így van, ebben nincs, ez nincs túl elromlani. Legalább nem tud elromlani, ugyanolyan, mint a klíma, ahogy nézem. Meg abszolút. Nekem is volt egy M3-as E30-asom, azt nagyon szerettem, én inkább ilyen BMW fan voltam az elején. Jó, hát az most már kifizethetetlen, ilyen 70-90 ezer euró. Az kifizethetetlen, rá, de az enyém az egy ilyen Csekkotó limited volt. Az meg pláne. Igen. Valamelyik szezonban azt hiszem el a kocsik gáztuk, ha jól emlékszem az árat.
De akkor még nem ennyibe került, mint most. Ez kár volt eladni. Azt nagyon. Hát, mai fejjel. Van egy-két dolog. Nekem volt egy gyári gruppás Linder E30 M3-am. Van egy srác, aki most versenyzik vele a holland historik bajnokságban. És azt mondta, hogy ilyen 250 ezer eurót meg sem mutatja senki. Ez elszerűsen összeálltak az árak. Én emlékszem arra, amikor az E30 M3-nak 8000 euró volt az alja. Ott állt igen, meg. Tudom. 8000 euró. Már én akkor adtam el körülbelül az enyémet, az utcait. Most meg 90, meg 70, meg mit tudom én. Tehát az ilyen csekkottom, meg ilyenek, azok meg 100-at tudnak. Így van. Jó hangja van viszont, nagyon. És mi az a rövidítés az elején? Az a Levi, vagy mi? Levin. Levin, az mi? Levin. Japán belpiacos kiadása ennek ja, a értem. Szarnak. Ja, hogy ez egy ilyen fölállá. Limitált valami. Ja, fölállá. De van itt az aláírás, az meg az a Keiichi Tsushiya, a Drift King, igen? Aki ezt az egészet kitalált, egy japán csávó, és még az előző tulajdonosnál írta alá. De az biztos, hogy mellósabb, mint az erőt. De most érzem. Ezzel dolgozni kell. Neked mindig is se fog. Ültél egy rendes autóban, nem így csak van. Ezzel a vacakkal maszatolsz itt. Igen, de az a jó pofa, hogy nem csak a kormánnyal
kell ugye erőből harcolni, mert ugye nincs benne szervó, hanem még tartod is magad, hogy ne esd ki az ülésből egyébként. Most egyébként elkezdtem otthon faragni a rendes üléskonzolt bele, hogy a gyári helyekre be lehessen tenni a versenyülést. De egyébként azt gondolom, hogy nagyon jó. Nyilván a futómű nagyokat mozdul, és ahogy nagyokat mozdul, a tapadás az változik, tehát egyszer letapad, egyszer elengedi. De szerintem a sper az tök jó benne. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagyon nagy, rendkívül jó kis kocsi. A ringen nincs ez a jelenség. Itt kakucson van ez a... Van benne egy ilyen pici kis fugrálás. Hát persze, meg ugye elmenni ott hátra a rallycross évre, ott meg komolyakat de, is dob. De itt is azért érzi benne ez a kis ugrálás. A ringen viszont, ahogy nem megyek szinte kettesben, ott nem megyek, hanem inkább harmadik, meg negyedik, ott meg tökéletes. Tehát ott rendesen így folyik, ott nincs az ugrálás. Na motor az meg tök jó, talán még erősebbnek is tűnik ennél a 130 pár lóerőnél. Hát az lelkesen forog. Ugye azt gondolom, hogy egy késő délutáni motor. Nagyon jó, kis délutáni szórakozás ez, azt gondolom. Ugye gratulálok. Nyilván a gumik nincsenek olyan jó bőrbe, de hát mondtad, hogy már évek óta ezzel mész. Hát most ebben van 3 év hungaroring. Aha. Tehát ez most már a végét járja. Igen. Ennek már lefőtt a kávé. Hát lehet, hogy kijelenthetjük. Majd kitalálunk valamit, hívjál fel. Jó van. Köszönöm. Én köszönöm.
menjen össze. Frici, nagyon szépen köszönjük ezt a csodálatos napot, egy életre szóló élményt okoztál nekem. De hát azt hiszem te is nekem. Egyrészt örülök, hogy így tetszett, meg kicsit be tudnom neked mutatni egy hát milyen nagyon beütöttem a fejemet ezt még a 80-as év végén ezzel. De. A másik, hogy köszönöm az élményt. Nagyon, nagyon jó kis autó, jó, nagyon jó kis játékszer. Viszont azt néztük, hogy ott a Hankook felirat mellett most már eléggé viseletes a gumik, hogy valami kis aprósággal készültünk, gyere egy kicsit be az autó mögé. Ez nem olyan, mint amikor a bácsi azt mondja, hogy gyere be az autó mögé, mutatok valamit. De szeretnénk meglepni ebben a 8 darab abroncsal téged. Ha gondolod, fel is szerelik a srácok, úgyhogy jobb, mint a karácsony. Ez az új fejlesztésű abroncsa, annak az abroncsnak, ami neked fölmar, ez RS4-es jelzéssel megy. Egyébként a Hankook Racer Cup ezzel megy, és az nyilván a Hankooknak az ajándéka, amit én adhatok át, úgyhogy köszönjük szépen. Tessék őket elhasználni. Megvan csinálva a napom. Az éven. Nagyon szépen köszönöm. Mi köszönjük. Fú, gyerekek. Rendesen meg vagyok hatódva. Nem is tudom, mint elfejtettem a szöveget. Jaj. Na mindegy. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk, iratkozzatok fel a csatornára, meg ilyenek. És lesz még ilyen racsingos tartalom, várunk benneteket szeretettel. Sziasztok! Sziasztok! Nektek meg sok sikert a továbbiakban. Köszönjük szépen! Sziasztok! Keresek egy csendes sarkot, és kiverem. Csak belefér még. Na. Akkor szerintem meg vagyunk. Köszönjük szépen. Majd kiveszünk a gyerekbarát tartalom. Sárgy.